Na most, ha használni akarjuk valamire a logisztikus regressziós modellünket, mert úgy tűnik, hogy talán használható lesz, akkor valahogy rá kellene jönnünk, hogy hogyan tudjuk mintából megbecsülni a paramétereit. Kellenének bétakalapok, kalapok, magyarra lefordítva. De ez nem lesz annyira egyszerű Ugye az első gond az az, hogy az OLS az nem működik. Kezdjük ezzel a megállapítással. Mi a gond? Ugye az a gond a, a hiba számítással, ugye tényleges mínusz becsült, ugye ebből indul az OLS, négyzetre megyük össze, is, stb. De most maradjunk ennél az alapgondolatnál, ez nem működik. Ugyanis az a probléma, hogy a ténylegesünk az kizárólag arra van, hogy 01, tehát a, a, az y-ra, de ahhoz nincsen becsültünk. Mert ugye a becsült az csak a valószínűséget dobja ki, hogy a valószínűségből hogy lesz egyáltalán, ha nagyon muszáj 01 az egy külön sztori, és nem statisztikai sztori. Tehát ténylegesből nulla együnk van, de ahhoz meg nincsen becsültünk. Amihez van becsültünk, ugye nulla és egy közti intervallum eső valószínűség, ahhoz meg nincsen ténylegesünk. Mert ugye az a probléma, hogy a, a, a mintában, amit csak azt tudjuk, hogy nulla vagy egy lett, azt nem tudjuk, hogy mögötte 63,5% volt a valószínűség. Tehát ott van becsült valószínűség, de az meg nincsen tényleges értékünk. Úgyhogy meg vagyunk lőve. Szóval az OLS nem fog működni. Valamire másra van szükség de mondom a jó hírt, a maximum likelihood az működik. A maximum likelihood az nagyon jól jön ki ilyen szempontból, mert az fel tudja használni pontosan azokat a valószínűségeket, amit a modell kidob, és gyönyörűen el fog működni úgy, hogy a, a ténylegese csak azon, a, a, azon a, a logikán keresztül van szükségünk, amit láttunk, ugye, hogy az Y az egy Bernoulliból származó realizáció, ahol mi a P-re adtunk valami modellt. És a maximum likelihood az viszont gyönyörűen meg tudja enni ezt a keretrendszert hogyan. Kell nekünk egy likelihood, ugye emlékezzünk a likelihood az igazából az, hogy a mintának van egy ennelemű mintánk, tételezzük fel, hogy független az egyszerűség kedvéért, kell a ö, sűrűsége, feltéve azt, hogy a, a paraméter adott értékű. É, na most itt a paraméter, ugye az valami persze nem a P, hanem azok a béták, amikkel mi előállítjuk a pét. De ezt meg tudjuk csinálni. Mennyi lesz a likelihood? Hát először is. Független a minta, úgyhogy az egész minta likelihoodja, az a külön-külön vett likelihoodok -ok, uh, produktuma, szorzata. Ide pedig be kell írnom az i-edik minta ellennél a likelihoodot. Ugye mivel az egy Bernoulli eloszlás, y az Bernoulli eloszlású p vel ha úgy tetszik, ezért a likelihood-ja tudjuk, hogy micsoda. Ugye ez az, hogy ha nulla, akkor ez, amúgy ha egy, akkor az. Ugye ezt beszéltük, ha, ha megnéztek a Maximum áklúdnál, amikor végigvettük a, a sima pénzfeldobásos ugye ugyanez volt, ide nem írhatom be azt, hogy ha ez, ha az, de bevetjük azt a trükköt, hogy azt mondom, hogy a, ugye ott úgy nézett ki eredetileg, hogy P a y adikon, most akkor a y ijediken, szóval 1 mínusz P az 1 mínusz y ijediken. Ugye ez pont jó lesz, mert ha az y az 1, akkor ez kiköpi a p-t, ha y az nulla, akkor ez kiköpi az 1 p-t egy képleten belül. Ezt fogom leírni. Tehát a pénzfeldobásos likelihood-ot fogom leírni, egyetlen apró trükk van, hogy a p-t azt lecserélem a, kiszámolt p-re, ami ugye nem más, és akkor most már írom, ami ugye nem más, mint x transponált szor beta per 1 plusz e ad x transponált szor beta. Ez játsza a p szerepét, akkor inkább úgy mondom. Az y-ediken, szor 1 p az 1-y, kis y-t írok, hogy ez egy minta berítva, bocsánat, 1-e ad x transponált beta, szor 1 plusz e ad x transponált beta az 1-y-ediken. És ez pont jó, még egyszer villámgyorsan át tudom, ha y-e az 1, akkor ez 1-1-0, nulla, bármilyen 0-dikon az 1, egyel szorzok olyan, mintha ott se lenne, ezt emelem az elsőre, az, az magyarul fog, vettem ezt ha az y 1, akkor a likelihoodban tényleg a p kell, hogy számítson, most ugye ennek ez játszik. a szerepét, ha az y az 0, nulla, akkor nulladikon az 1, 1-jel szorzok nem játszik, 1 mínusz 0 az 1, első remelem, akkor meg 1 mínusz p. Úgyhogy ez valóban a, valóban a, Bernoulli likelihood, és pont. Végeztünk, felírtuk ezzel a komplet likelihood, -t. mondom, annyit tételeztünk fel, hogy függetlenek a, a minták. Na most a, a, gyakorlatban persze nem ezt, és ezt kell maximalizálnunk. A gyakorlatban persze nem ezt fogjuk maximalizálni, hanem ennek a logaritmusát, a log likelihood-ot, Egy apró kis gigszer van, szemben az ilyen elemi bevezető szintű példákkal, ahol szépen utána lederiváltuk és megoldottuk, és kaptunk egy eredményt, hogy akkor paraméter egyenlő, tehát magyarul zártalakban volt megoldása, ennek nincsen a logaritmusát felírhatnám, de hiába írnám le azt, hogy a derivált egyenlő nulla, a kapott egyenletet nem tudom megoldani bétára. Úgyhogy nincsen zárt alakú megoldása, marad az iteratív. Ja, azt mondom, itt a béta helyébe beleképzelem azt, hogy b, egy futó változó, ami elfut az összes lehetséges értéken, és akkor azt mondom, hogy ez innentől egy matematikai optimalizációs feladat. A k plusz egydimenziós b vektor függvényében ez a kritérium függvény, ezt akarom maximalizálni, bevetjük az ismert iteratív optimalizációs technikákat, és megkeressük, hogy melyik B az, ami maximalizálja ezt a kifejezést, és azt B-tak alapnak. Így működik a logisztikus regresszió becslése. Én láthatjátok, hogy ez kicsit kellemetlenebb matematikailag, mint egy zárt alakú megoldás, az iteratív megoldásoknál mindig ott van, hogy az konvergál-e, hogy konvergál-e, jó konvergál-e, ha nem nagyon patologikusak az adatok, akkor ezzel a gyakorlati munkában nem szokott probléma lenni, és jó tulajdonságú iteratív algoritmusok vannak, de ettől még iteratív algoritmusok. Ami a lényeg számunkra viszont, hogy a megbecslés is ezzel a, módsz a módszerrel, tehát emelbecsléssel plusz ezzel az iteratív kereséssel megoldható, tehát tudunk mintából bétakalapokat produkálni. Azt is tudjuk, hogy ezeket hogyan lehet interpretálni, ugye az EAD bétakalapok lesznek a OR kalapok, tehát az részük, az esélyhányosok becsült értékenek, van egy nagyon jó Ceteris Paribus értelmezése csak ott skálán. Egy kérdés van még hátra, az előrejelzések legyártása, de az egy zűrösebb témakör lesz.